Teljesen megújult a Petszaladár megyei oktatókórház perinatális intenzív centrumának műszerparkja, mondta dr. Tamás László János főigazgató főorvos a megvalósult projektről szóló sajtótájékoztatón. A műszaki fejlesztésre kiírt pályázat megvalósítása 2011-ben kezdődött, mely Európai Uniós támogatással valósult meg. Egy 240 millió megközelítő értékű Széchenyi tervből, FIOP forrásból érkező támogatás révén jutottunk hozzá ez a fejlesztéshez. Ez egy országos fejlesztésnek a része volt, ahol is a koraszülött osztályok eszközparkját működési biztonságát célzó beruházás zajlott. 2010-ben írtuk alá a támogatási szerződést, 2011. júniusban indult a projekt, és mivel több olyan eszköz is tartalmazott a projekt, ami most nem olyan régen érkezett be, ezért zártuk most a projektet, de valójában is június 30 lett volna a pályázat zárása. A projekt különlegessége az volt, hogy az elavult eszközpark korszerűsítése mellett a beruházó előírta azt is, hogy ki kell alakulnia annak az informatikai rendszernek, amely képes tárolni az új gépekből kijövő adatokat, mondta dr. Skalicki Zoltán. A főorvos hozzátette, az elektronikus lehetőség az egységes felületen megjelenő kortörténet megkönnyíti az orvosi és az adminisztrációs munkát is. Ez a projekt annyiban volt új, hogy egy elektronikus lázlapot kellett létrehozni a projekten belül, ami annyit jelent, hogy minden, ami a betegekkel történik, minden biológiai tevékenységük és minden rajtuk végzett beavatkozás meg kell, hogy jelenjen egy elektronikus rekordban, amelyben bármikor ellenőrizhető, mérhető, visszakereshető, hogy hogyan alakult a gyermekek állapota. A képeken pedig már jól látszik, hogy a jelenlegi gépi műszerezettség mára már elérte a 21. századi színvonalat. Az új inkubátorokkal, lélegeztető gépekkel, korszerű high-tech terápiás és diagnosztikai eszközökkel elérhetővé váltak az életben maradási esélyeket növelő eljárások. Évente 250-300 gyereket látunk el a Győri Perinatális Intenzív Centrumban. Ez azt jelenti, hogy 500 grammostól az épp újszülöttig, akinek valamilyen légzés problémája, akár átmeneti légzés problémája van, ezeket a gyerekeket itt el tudjuk látni. A jelenlegi műszerpark összehasonlíthatatlanul jobb lehetőségeket biztosít annak érdekében, hogy ezeket a gyerekeket a legmagasabb szinten tudjuk ellátni. A doktor hozzátette, a jelenlegi rendszerben a gyermeksebészeti újszülött ellátás is biztosított Győrben.